Egyszerre két kiállítás is látható a karácsonyi ünnepekig a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár minigalériájában. Mindkettő kézműves munkát dicsérő hobbi termékei. Goblen kiállítások láthatók a falon és gyöngyékszerek a tárlókban. Ez utóbbi Csurák Ildikó és Csurák Ágnes kézügyességét dicsérik. Tuminkné Csurák Ágnes, mint könyvtárost ismeri a szakma, bár kiállításainak köszönhetően sokan tudják róla, hogy testvérével közösen hódolnak ennek a szenvedélynek. Mint mondja, egészen gyermekkorától kislányként szerették meg a gyöngyfűzést, és ez a hobbi megmaradt felnőttként is nekik. A mai napig cseh és japán gyöngyökkel dolgozunk mind a ketten Ildivel. Ez egy, hát azt hiszem, hogy igazad volt, hogy ez egy szerelem, nem is hobbi már. Egyrészt megnyugtat, elég zűrös a szakmai életem, tehát nagyon-nagyon pörgős, és kell valami olyan megnyugvás, ami estére elcsendesít, és ez a gyöngyfűzés, és maga az alkotási folyamat, az szerintem testnek és léleknek egyaránt jó. Általában ilyen mini kiállításokon jelenünk meg alkotótársaimmal, illetve nem szégyen, el szoktunk menni ilyen területi vásárokra, és nagy örömmel veszik a vásárlók, hogy tényleg egyedi alkotásokkal készülünk, és egyedi darabokat vásárolhatnak meg. A kiállítások a karácsonyi ünnepekig láthatók a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban.